megalázták a Magyarországon élő kisebbségeket. Megalázták a vajdasági magyarokat. Megalázták a határokon túlélő honfitársainkat. Megalázták egész nemzetünket. Az egész nemzetet megalázták azok, akik emberi mi voltukból kifordulva emberségében és magyarságában is meggyalázták Pásztor Istvánt. Ezt mondta Áder János köztársasági elnök, amikor felidézte a vajdasági magyar politikust ért keddi atrocitást. Az országgyűlés alakulőüléséről távozó VMS elnököt egy tüntetés résztvevői hazaárulónak nevezték, szidalmazták és le is köpték a Kossuth téren. A köztársasági elnök úgy fogalmazott, fontos, hogy egyszer és mindenkorra levonjuk a szomorú eset tanulságait. Az első. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk, hogy ilyesmi még egyszer megtörténjen. A második. Hogyha mégis megtörténik, az állam késlekedés nélkül a törvény teljes szigorával sújtson le azokra, akik semmibe veszik azt az alkotmányos alapelvet, hogy senki sem alázhat meg senkit származása, nemzeti, vallási vagy társadalmi hovatartozása miatt. Áder János a harmadik tanulságnak azt nevezte, hogy ilyen esetekben minden politikai nézetkülönbséget félre kell tenni, és egy emberként kell azok mellé állni, akiket megaláztak és megsértettek. A köztársasági elnök beszédét azzal zárta, hogy megköveti Pásztor Istvánt és a vajdasági magyarokat. Magukról megfeledkezett és önmagukból kifordult honfitársaim helyett megkövetem Pásztor Istvánt és minden vajdasági magyar honfitársunkat.